cuki kucsi. Meg lehet simogatni? Ja. A magyar az egy igazi kutyás nemzet. Most arra az egész ország kedvenc állata is ez lett. Mármint ő, egy kedves érző lény. Sokkal jobban megbízhatsz benne az embernél. Hűséges, kitartó, odaadó társa. Canis lupus familiaris a családnak. Olyan cuki, ahogy az egy-két farkát csóválja. Szászónak is egy a véget, így egy X-et a kutyára. Készen áll a profi politikára. Tudja, hogy ez már a nagy fiúk ligája. Felfelé nyal, lefelé tapos ez a pálya. Nerszántan lép a falka vezér nyomdokába. A propagandája megnyerő és ravasz. A kutya terv ellen nem véd se oltás, se maszk. És amikor a kampány tél után jön a voks tavasz, ellazul, mélyen a szemébe néz, rászavaz. Kutyák a házba, két falkúak a házba. Na gyere, csóvált bátra. És ha rád szól a házmester, akkor csak kutyák a házba, két falkúak a házba. És ha rád szól a házmester, akkor csak örök élet, ingyen sör. Mondjuk én nem is piázok, de whatever. A fontos, hogy mindent megígérnek, de amúgy tényleg övék a legtöbb teljesített ígéret. Csak igazat beszélnek, mindig csak ami a lényeg. Csak ami a legfontosabb, az Isten adta népnek. Például nem félnek, kimondják merészen, hogy Gyurcsány, Gyurcsány, Soros, Soros, Gyurcsány, Soros, Bérenc. Megszerveztek négy igazi békemenetet, poénból értelmesen költik el a kampánypénzeket. Gangstert buktatnak, gerilla szépítenek, felcsúton a stadion mellé űrállomást építenek. De viccet félretéve, én senki másnak nem hiszem el, hogy végre teljesen megváltozik ez a kutrendszer. Amúgy is nézném a kutyasót parlamenti díszlettel. Na gyere, segíts, te is az X-eddel! Kutyák a házba, két farkúak a házba. Na gyere, csóvált bátra. És ha rád szól a házmester, akkor csak kutyák a házba, két farkúak a házba. Na gyere, csóvált bátra. És ha rád szól a házmester, akkor csak... Amikor azt mondod, az ember súlyát nyugi a föld, és a klímaválság egyre jobban testet ölt, és felmerül benned a kérdés, hogy ki mennyire zöld, ne felejtsd, ez az egyetlen állatos nevű jelölt. Ők nem csak szeretik a zöldet, de legalizálnák is, amúgy meg kit érdekel, hogy néhány civil mit prédikál. Amíg a természet is termi a sok-sok milliárdot, a környezetpusztítás nem is olyan gáz. A korrupció nem olyan gáz. A tönkretett oktatás nem olyan gáz. Az uszító agymosás nem olyan gáz. Az egyre kevesebb szabadság nem olyan gáz. A beteg egészségügy nem olyan gáz. Az anyád p***ját nem olyan gáz, te p***gyerek. Hát mekkora p***ban van már ez az ország, p***? Az őszintesség nem olyan gáz. Kutyák a házba, két farkúak a házba. Na gyere, csóvált bátra. És ha rád szól a házmester, akkor csak kutyák a házba, két farkúak a házba. Na gyere, csóvált bátra. És ha rád szól a házmester, akkor csak Ha 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 ha